Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Code 4 FPS beállítások videó, gyorsan, röviden, tömören. Nos, akinek nincs FPS-e, az egy-két dolgot azért beállíthat Code 4-en belül, mégpedig kezdjük honnan is, kezdjük innen, hogy a display résznél igazából azt enable vagy disable, amit akarsz. Ugye erre a colorblind filter, az azt jelenti, hogy a színvakoknak segítség, úgyhogy ha az bekapcsolod, mindent rózsaszínben látsz, kivéve, hogy a színvak vagy. A többi dolognál itt ezek nyugodtan be lehetnek kapcsolva, esetleg a show blood, azt kikapcsolhatod, mert ugye az, amikor lelőd az ellenfeled, mutatja a vért, na most azt is le kell renderelni a videokártyádnak, és pont akció közben esetleg nem feltétlenül kell, hogy még azt is lerenderelje, ezzel veszítve egy-két FPS-t. Videó terén jön a legérdekesebb, én így tudtam kihozni a 90 FPS-t a laptopból, ugye, GTX 960M, ezen beállítások mellett, de nektek lehet, hogy más opciók is állnak rendelkezésre. Nos, a videó részlegnél, amit látjátok, nálam a Resolution 1280x720. Na most ez laptopon nem látszik annyira, tehát mivel kicsi a képernyő, ezért mindent szép tisztán és élesen látok. És viszont akinek monitorja van, az érdemes meggondolja, hogy hagyja fullon azt a bizonyos képernyőt, mert rendes monitor azért másképp vannak, én nagy képernyő másképp helyeződik el, de nekem az, hogy levettem a monitoromon a felbontást, gyakorlatilag sikerült stabilizálni a 90 FPS-t, mind emellé van egy így nevezett 92%-os render resolution, ugye ez a felbontás gyakorlatilag, hogy mennyi, milyen felbontáson rendeljen a videókártya, ez az, ami neked, hogyha nincs FPS-ed, állítanod kell. Tehát tegyük fel, 1920x1080-ban játszol, és akkor a render resolution 70%-ra veszed az 1366x768, valami ilyesmi lesz, hogyha 70 resolution. És ezáltal, mivel hogy még nálam a laptopon éles a kép, high-high-high-ra tudtam tenni a grafikai beállításokat, és minden más off, és legalacsonyabb részen. A ragdoll az semmi extra, az különböző ilyen fizikai effekteket kapcsol, de mondjuk ha lelősz valakit, headshotot kap, akkor hogyan esik el, vagy hogyha hasba lövöd, akkor hogy esik el, és a többi, és a többi. Tehát ez nagyon nem emészt el semmit igazából, de emiatt ugye, hogy 1280x720 van nálam a felbontás, élesre tudom hagyni a render, vagyis a videokártyának a rendelési felbontását, és fel tudom venni high-ra a játékot, és így tudom tartani a 90 FPS-t, tisztán látom a képet, és távolról is viszonylag ki tudom venni az ellenfelet. Azért mondom, hogy viszonylag, mert ebbe a Code 4-be nem lehet úgy játszadozni, mint régen a CFG-vel a eredeti Code 4-be, hogy így eltüntetted a füvet, eltüntetted a napot, anyám kínja. Ebbe már nem lehet konzolt, nem lehet előhívni, hogy trükközges még ott is, úgyhogy ez marad. És a legnagyobb kincsed az a render resolution. Tehát, hogyha mondjuk van egy Full HD monitorod, mint ahogy nekem is a laptopon az alapjelentés Full HD, akkor lehet érdemes megfontolnod, hogy levedd a felbontást 1280x720 köré. Ha mondjuk egy ilyen GTX 770, 660, ilyen körüli videokártyáid vannak, ezek nehezebbecskén bírják a Code 4-et, de nekik ez lenne az az optimális megoldás, tehát egy ilyen felbontás, egy ilyen rendering resolution-nal, amit amúgy automatikusan állít be magának, és akkor megnézed, hogy hány FPS kapsz lovon, és hogyha úgy érzed, hogy megvan a Solid 90, akkor elkezded szépen fölemelni médium, és ha még úgy is 90, akkor megnézed a high, addig, ameddig megkapod azt a éles, szép képminőséget, mert úgy gondolom, hogy ennek a Code 4-nek szüksége van arra, hogy meglegyen ez az éles képminőség, és nagyon-nagyon
szükségeltetik, hogy meglegyen az a 90 FPS, mert úgy érzek, hogy az a többség, akik játsz ezt a játékot, azoknak megvan az a FPS, és ha neked mondjuk van mínusz 30, mínusz 40, akkor szana szét fognak szívhatni a pályán. Ezt akarom mondani. Nos, srácok, ennyi lett volna a nagy beállítós díj. Gyakorlatilag próbáljátok ki, nyomjatok-e visszajelzést, kinek hogy vált be, élesebb lett a kép, kaptatok-e több FPS nálam, ez vált be, őszinte leszek, legalább vagy 4 napig tesztelgettem össze-vissza, és végül úgy jutottam el erre a beállításra, hogy egyszer lefagyott a játék, és ugye lealtaboztam, kikapcsoltam, és felajánlotta a biztonsági módot, és a biztonsági mód ezeket a beállításokat hozta elő, plusz-minusz gyakorlatilag, és a biztonsági mód nagyon jól futott, ugye, és akkor fogtam és fölvettem minden grafikát high-ra, kitapasztaltam, hogy úgyis jól bír, és így hagytam, szóval ez a biztonsági mód, amit néha felajánl a kód, az tud hasznos lenni, régen a kód 4-nél is, hogyha azt akartam, hogy jó sok FPS-em legyen, akkor engedélyeztem a biztonsági módot, és szépen lassan felhúzogattam a grafikát arra a szintre, ahol a videókártya még nem akadt ki, hanem bírta az FPS-sel, és a többi, és a többi. Ennyit van a srácok, köszönöm a figyelmet, következő kód 4 videókig legyetek jók, egy jó pár videót tervezek, úgyhogy sziasztok!